A Vörösmarty Művelődési Ház munkatársi gárdája hónapok óta dolgozik azon, hogy a város 45. születésnapjára szervezett rendezvény az évfordulónak megfelelő minőségű program kínálattal várja majd az érdeklődőket. Juhász Józsa intézményvezető néhány héttel ezelőtt már a konkrétumokról is beszámolt. Igyekszünk minél színesebb kínálatot nyújtani majd az ide látogatóknak. Mind a szabad téren, mind a művelődési házban is lesznek programok. A szabad térre viszont tervezünk családi programokat és aktív szórakozást, lesz bűvész, selfie box, kötélugró bemutató, slackline, óriás kifestő, breaktánc bemutató, pólófestés, óriás társasjáték. Természetesen ételekkel, italokkal kínáljuk meg itt a látogatókat lehetőségként, és persze a fellépők sem maradnak el, a program 3 órakor kezdődik, gyerekkoncerttel kezdünk, Kalapjakab lép majd fel nálunk, a Pomázi Tűzoltó zenekart látjuk vendégül, Ferenc Orsolya ad majd műsort, és a nap a Republik zenekar koncertjével zárul. Csak úgy időködben az is kiderült, hogy az ég majd beborul, és az előrejelzés szerint ezen a napon nem süt majd ki Banyhád felett. Így aztán kénytelen kelletlen át kellett tervezni az ünnepi programot. Ma volt egy kicsi vészforgatókönyv átbeszélés, mivel hogy napok óta nézzük az időjárás előrejelzést, és sajnos nem ígérkezik a szombati nap se eső nélkülinek, így megpróbáltunk a lehető legtöbb programmal úgy gondolkodni, hogy megvalósítsuk. És a délután 3 órakor, bocsánat, akkor kicsit úgy mondom, hogy 2:45-3 kezdődő programok, egy negyed órával előrébb hoztuk a rajzpályázat eredményhirdetését és a köszöntőt. A színház teremben lesznek, és az ezt követő színpadi műsorok is ott valósulnak meg, és mind az előterünk, mind a tánctermünk, és egy-két klubszobáink, a kiállítóterem, ezeket a programokat fogadja majd be. Közben azért reménykedünk, hogy hát ha nem lesz olyan nagy az eső, és természetesen a vendéglátósok kint a kaszinókertben, a faházakban várják majd a vendégeket. Lesz könyvárosítás is a múzeum részéről, ugye akkor jelenik meg a Kolta László féle könyv, aminek 4-kor kezdődik szintén bent a művelődési házban a bemutatója, de egyéb kiadványokat is hoznak majd a múzeumos kollégák a programra. Ezt lehet, hogy a faházban, vagy ha olyan nagy az eső, mégis akkor az információ mellett fogják árusítani. Szóval így készülünk a rendezvényre, és biztatunk mindenkit, hogy azért induljon el, még hogyha rossz idő van, mert a kicsiknek kedveskedünk elsősorban az elején, hozzák el a gyerekeket, és egészen este 6-ig körülbelül ott változatos programokat találnak. Lesz születésnapi torta természetesen, amit majd a Vörösmarty Művelődési Házban szolgálnak fel az érdeklődőknek. És este 7 órától a húdok közé csap a Republik is, aminek egészen biztosan a rendezvénytér színpada marad majd a helyszíne, ha esik, ha fúj.